2020 járványidőszak, de ezért mégiscsak van. Picit alakul, hogy terveztétek, hát mi lett ma már egész más, hogy alakult, mint hogy tegnap terveztétek, és egyáltalán hogy lehet ezt a hetet szerinted így végig csinálni, mennyire vagytok felkészültek a pillanatnyi váratlan történésekre? Abszolút fel vagyunk készülve, hát nem ma változott a dolog, az utolsó 10 napban szinte naponta változik a programunk. Nyilván a helyzethez mérten is, hiszen ugye a társulatokon belül is problémák, valaki lebetegszik, pozitív lesz, stb. Lemondásra kerül egy-két előadás, illetve hát ugye egyrészt a gyásznapok hatottak ránk, nagyon, vagyis egy nagy pofon volt, illetve hát ugye az új rendelkezés, vagy járványi rendelkezések, de hát ehhez is alkalmazkodtunk. Tehát ma megnyitjuk a fesztivált, lejátszik a bemutatónkat 17:30-tól a nézés költészetét, illetve hát az újvidéki és a szegedi koprodukcióban készült parasztoperát este 19:30-tól, és holnaptól az új járványügyi rendelkezések értelmében úgy alakul a program, hogy este 18:00-ig be is fogjuk fejezni. Tehát egy kicsit matinésabb lesz az idén a Desiré, amennyiben sikerül, tehát visszaállítják, tehát a színházakat és mozikat kiveszik a csomagból, és nem vonatkoznak ránk ezek, akkor pedig újabb információk fognak lenni. Egyelőre a program a legutolsó verziója megy tovább, ezt még éjszaka kellett megcsinálni, hiszen, sőt, aztán még ma délelőtt is, hiszen a belgrádi Vitéz Színház társulatában betegség történt, és ez miatt le kellett mondaniuk a délutáni két előadást. Tehát ez egy ilyen dolog, mi ezt vállaltuk, úgy döntöttünk, megcsináljuk a fesztivált, ahogy érkeznek a problémák, úgy fogjuk megoldani őket, ezt is csináljuk, soha ennyi munka, stressz, őrület, szervezés nem volt belefektetve ebbe a fesztiválba, de hát 10-12 éve csinálják ezek az emberek, és végül is mindenki gyorsan tud reagálni, állandó kapcsolatban voltunk. Most hát bízunk abban, hogy minden a lehető legjobban fog történni 30-áig. Nagyon nagy volt a látogatottsága minden évben, nagyon sokan várják a Desirét és előfizetnek, és szinte már protokolljegyek vannak az előfizetés szintjén. Ez az idén már szintén máshogy alakult, hiszen sokkal kevesebb néző láthatja a járványügyi előírások miatt az előadásokat. Ti hogyan kalkuláltok idén nézőközönséggel, és gondoltatok-e bármilyen plusz tartalomra, ami esetleg a szélesebb nézőközönséget is érintheti? Az idén nem tudunk plusz tartalmakra gondolkozni, egy redukciója van a fesztiválnak, ugye csökkentettük a tartalmainkat, hát nincsenek kísérő rendezvényeink, stb. Azért a mi kapacitásaink is végesek. A járványügyi előírásoknak eleget tudjunk tenni, ha sokkal több ember dolgozik megterheltebb formában. Az, ami nagyon szép volt, ugye, amikor meghirdettük az első alkalommal az első programunkat, akkor már két napra rá nem voltak szabad jegyek. Aztán ez változik, mivel hogy amikor délután 13:30-re teszel egy előadást, akkor nyilván van, akinek ez nem felel meg, és felszabadul pár jegy. Azért érdemes érdeklődni a jegyek után. Persze, kevesebben férnek be, korlátozott a nézőszám, ugye biztosítjuk a párokban érkezők számára, hogy közösen nézhessék ugye a partnerükkel az előadást, és két cég elválasztja őket a következő pártól, illetve aki szóló egyedül jön a színházba, azt is két cég választja el a másiktól, tehát van egy távolságtartás, egyébként mindenki maszkban van, most én kivételesen ugye a tévé felkérésére nem, fertőtlenítés, stb. Lázmérés, tehát ez mind meg fog történni. Mi úgy döntöttünk az idén, hogy nem akarunk online irányba menni per pillanat, hanem épp azért küzdeni, harcolni, hogy ez a fesztivál betartva azokat a szabályokat, amiket ugye előlát, úgy az orvosi, mint a politikai hatalom is, megcsináljunk egy húsvér színházi fesztivál. Az idei szlogenetekről mondja néhány szót, ez fricska egy kicsit a vírusnak is. Hát harc az életél mindenképpen, ugye most ebben az esetben tényleg kár lenne az életről, mint ideológiai, politikai értelemben beszélni, hanem valóban arra a legszűkebb értelemben, legdrágább, legtörékenyebb valamire gondolunk, ami az élet, és ugye itt most jelentettük meg, hogy hát élünk, vagyunk. Köszönöm. Én is köszönöm.